Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Blik meggyőző podcastemen. Én beszélgetek elképesztően izgalmas emberekkel, ahogy ezt megtettem eddig is. És a 10-es listámon egy olyan úriember is fönt van, akivel mindig próbáltam beszélgetni. Nagyon jóban vagyunk, de nyilván nem a konditeremben, vagy arra éppen összefutunk, arról beszélgetünk egy izgalmas életről, aki legalább olyan messzire jött, mint én, sőt, még messzebb jött, mint én. És most ezen a Blik meggyőző podcasten, amit bármelyik Blik felületen lekövettettek és YouTube csatornán szeretnék megkérdezni tőle, személyes dolgot is. Ő nem más, mint az Ózdi hős. Szia, Majka! Majka, szevasz! Szevasztok, szevasztok! Csá, csá, csá! Gyűlölöm az Ózdi Hello. Hős! Hello! Csak, Hacsi! Én nagyon-nagyon messzire jöttem. Te is nagyon messzire jöttél. És figyelj! Én megnéztem ezeket az adásokat, ahol te szerepeltél az első ilyen valóság, tehát az igazi nagy valóság showban. És igen. Te figyelj, te akkor te sejtetted, vagy tudtad, vagy érezted, hogy ebből te, hogy ilyen ekkora győztesként fogsz kikerülni? Most komolyan kérdezem. Nem, dehogy is. Hát szerintem ezt senki nem sejtett, de ezt nem is lehet tudni, nem is nagy baj ez. Sejtettem volna, akkor biztos minden máshogy csinálok, és akkor nem lett volna úgy, ahogy most van. Azért a zárójelben megjegyzem, hogy nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy ha úgy delegáljuk az én seremet, hogy a média terén én értem el a legtöbbet, most abban, azzal egyetértek, hogy ez így van, de inkább azt gondolom, hogy ne jelentsük ki, hogy más nem húzott belőle a hasznot, mert például mondjuk az Elvis-t veszük, aki egy tetováló fiú, ugye, és neki kurva jó üzletei voltak, akkor ő például nagyon sokat profitált az ő munkájába abból, hogy ő benn volt ebbe a világba, és gyakorlatilag ő is nagyon jól jött ki a dologból, csak ő nem a média területén, utána ő a saját életében hasznosította ezt. Az, hogy az emberek engem látnak, meg hogy tudják velem, mi van, abban így van. Bár azért hozzáteszem, azért én 2002-ben volt ebben a játékban, tehát most 18 évvel ezelőtt volt ez, és én igazából, ha azt mondhatnám, hogy igazából nagyon jót profitáltam az egészből, az 2012. Tehát azért volt egy 10 év, amikor én igazából csináltam dolgokat, meg szerepeltem, meg az emberek tudták, meg megismerték a nevem, meg mindenhol ott voltam, de hogy azért az nem az a korszak volt, amikor azt mondom, hogy hajde, nagyon jöttek azok a nagyon nagy sikerek. Emlékszel még a szomszédjai nevére például, mondjuk a Tózdon? Vagy tartod még a kapcsolatot? Persze, akivel tudom, akivel kell, tartom. Akivel nem kell, az nem tartom. Te megmaradtál az Ózdi gyerek, mint én az a nyírbátori paraszt gyerek, te az Ózdi nem tudom milyen gyerek. Aki voltál szerinted? Szerintem, én mindig erre azt mondom, hogy szerintem nem tudok Ózdi paraszt gyerek maradni, mivel 20 éve Budapesten lakom, meg most már Fóton. Tehát, hogy hülyeség lenne szerintem mindenféle hazugságokkal letetni az embereket, hogy én ugyanaz az Ózdi ember vagyok, mint 20 éve, mert az fasság, hát nem az vagyok, hát itt élek 20 éve. Azokat az alapvető értékeket, ami nekem fontos az életemben, becsület, az igazságérzetem, a nagypofám, a nagyhangúság, a tisztesség, azokat, amiket ott összeszedtem az alatt a 21 év alatt még Ózdon éltem, azokat megtartottam, és azokhoz a végletekig ragaszkodom. De alapjában véve szerintem nem lehetek ugyanaz, aki voltam, még hogyha ugyanaz akarok is maradni. De várj, de most az a feltevés, amire azt mondjuk, hogy a kisváros nagy embere vagy, akkor az nem igaz? De, az igaz. Ugyanis van egy nagyon jó barátom, aki egyszer emlékszem, hogy macska részegen ültem egy hajnali hamburgerező előtt, egy átmulatott éjszaka után, és a reggeli a félhatájban... Nem? Olyan kevés van ilyen átmulatott éjszaka. Igen, és reggel 5:30, és ez egy sátánista részegség, és ülök a földön, és ő éppen arra jött, szinte egy baráti társaság bulizza voltak, és én ettem a hamburgertot, és így volt a számunk ki, a ketchup, meg a majonéz, a vitamin ki, és így megállt felettem, és azt mondta, figyelj, az embert elhozhatod Ózdról, de Ózdot az emberből sosem. Azt gondolom, hogy a vidéki emberben mindig megmarad egy olyan fajta eredendő becsületesség, ami azt kell, hogy mondjam, hogy a fővárosban vérebben van jelen. Inkább így fogalmazom. Tehát a nagyobb városokban. Tehát ezek a vidéki kisvárosokban kialakul valami olyasmi az emberekben, egy olyasfajta összetartás, tisztesség, becsület, ami azt kell, hogy mondjam, hogy főleg abban a szakmában, ahol mi dolgozunk, azért az kevés. Figyelj, kezdem. Igen, abszolút egyetem. Kicsit, várjál, én is, csak azért, hogy azt nem fogod tizenni. Most domáljunk. Na.
Nekem nincs annyi. Hülye fasz! Nekem nincs annyi földolva, érted? Nekem is van egy régi, tudom, 89-es, ahol még nem volt tetováló szalon Budapesten sehol. Egy ember teljesen bekómázva, bekokszolva varta rá a izére. Na figyelj! De mi az? Pazuzu. Ez egy örmény vagy sumér, ilyen védőszent. Ez volt az ördögűzőnek az elején, ezzel áll szembe a pap, hagyja egyfajta ranglétrát, vagy egy sikerlétrát vennénk, akkor szerinted te most éppen melyik fokán állsz most? Hát szerintem a legtetején, de akkor ember meg reméli, hogy nem a legtetején, hogy van ennél még mindig feljebb. De szerintem azt, amit mondjuk el lehet érni abban a közegben, ahol dolgozom, mondjuk el lehet érni a tévében, vagy mondjuk el lehet érni a zenében, azt szerintem az már megvolt, az megvan. Ennél feljebb talán csak az van, hogy meg kell tartani. Tehát, hogy ezt a fajta érdeklődést az emberekről, meg ezt a fajta szeretetet, az akkor marad meg, hogyha az adott művész is, vagy alany is tesz érte valamit. Ki lehet még az a vagy a magyar, vagy a külföld, inkább magyar előadó, vagy akár színész, akinek a társaságában egy picit úgy meg... Tehát, hogy megremeg a lábam. Megilletődök? Igen, megilletődsz. Azért megremegni a lábam nem remeg meg. Aha. Azért, mert találkozok valakivel, és ez nem azért van, mert ilyen halálmenő vagyok, hanem azért, mert pont amit az előbb említettem, hogy amikor feljöttem Pestre, akkor azok az emberek, akiket én tátott szájjal néztem Ózdról, és mondjuk hallgattam zenéjüket, vagy néztem a filmjüket, vagy nem tudom, bármi, és az volt, hogy ez milyen frankó sávok, egy volt olyan, aki teljesen fosfej. És voltak olyanok, akiknek meg tudod, meghallgatod a zenét, és mondtad, hogy te jó Isten, hát mennyire ciki van, már Ózdon is ciki volt, amikor hallgattam, és amikor találkozom vele élőben, kiderül egy olyan csupa szív, olyan jó arc, hogy nem egyáltalán elvonatkoztatni attól, hogy ő jó arc, és arra gondolni, hogy valójában milyen vicces zenét csinált. Tehát rengeteg ilyen van. Tehát én talán azért, meg már azért 19 év alatt azért már mindenkivel találkoztam, nem csak magyarok, hanem nagy emberekkel is, és az, hogy megremeg, az nincs, de az viszont rengeteg ember van, akire úgy azt gondolom, hogy hiper-szuper tehetséges, és csomó azt gondolom, hogy hiper-szuper tehetséges, de nem feltétlenül jól állja. Te is tudod, hogy ahhoz, hogy valaki sikereket érjen el, a tehetség az csak adottság, tehát ott azért valamivel többet kell melózni, dolgozni, összetenni, oda tenni magad ahhoz, hogy abból legyen egy óriási siker. Neked melyik a fontosabb? Az, hogy van egy dilettáns, vagy egy amatőr, bénál zenélő, szakmáját nem értő, de iszonyat jó arc, vagy fordítva? Az. Melyik? Csúsz á. Abszolút. Legyen jó arc, ez a fontos. Az ember, mindegy, hogy mit csinál, mindig legyen jó arc. Én azt gondolom, mert különben én nem tűröm meg a társaságomba. Figyelj, én nem tudom, én zeneileg is, meg zenekarilag is, meg bármi munkahelyet csináltam, hogy ahol én voltam olyan beosztásban, akinek lépnie kellett, őimben, én mindig azokat küldtem el teljesítmény függetlenül, akik tudod, megrohasztják az öltözőt. Ja. Tudod, a rohadt almabaz, meg a izébe. És mert ez tényleg így, mint a rohadt almabaz a kosárba. Beteszed azt oda, azt a kurva rohadt almát, igen. Hiába volt az régen nagyon szép, meg nagy kurva jó ízű, berohasztja az összes többit is, bazd. Ugye? Szóval ez mindennél fontosabb. És egyébként, bocsánat, még egyszer mondom, hogy az előadó művészet szerintem, ugyanúgy, ahogy a zenélés is, olyan, mint a diéta, sport és diéta arányat, ott, ha le akarsz fogyni, szerintem az előadó művészetet, azt lehet tanulni nagymértékben, és van egy tehetség, amit viszont nem lehet tanulni, de ettől függetlenül el tudsz vele kurva jó eredményt érni, akkor is, ha csak szorgalmas vagy. Ugye, Curtis-ről tudok nagyjából, tehát azt tudom, hogy mi történt veletek, ezt semmilyen bulvár szinten nem akarom elvinni, beszéljünk róla is, de figyelj, első körben mi van Tysonnal? Hú, bazd meg, azt oda akartam írni a YouTube csatornáján, nyilatkozott most valamit, volt vele interjú, és oda akartam írni egy ilyen hosszabb üzenetet, mert hát kurvára zavar az, hogy nem mond igazat. Aha. És ugye le akartam írni oda a mindenféle hazugság mellé, hogy Józsi, miért mondod ezt? Miért kell valótlant állítani? Csak megint ott vagyok, ahol a dópnál voltam, tehát hogy felesleges, mert nekik adok teret vele, megint lehetőség van arra, hogy satara, de nem is ez a lényeg, csak most már ők is tudod, mind a ketten már látják, hogy az a fajta hozzáállás, mint évekkel ezelőtt az a keménykedős gengszteres, az nem működik,
és most már megközelítik a buddhai oldalról, tudod, hogy izében zen állapotban próbálnak megbocsájtani neked, és úgy elmondani a kamerába, hogy mi már nem ragszom rá, nem is volt bazd meg okot haragudni, nekem volt okom haragudni bazd meg. Úgyhogy, érted? Tehát, hogy tehát, hogy na mindegy, szóval ebben sem megyünk bele. A Kicsi Tyson az egyik valaha született legnagyobb tehetségű magyar rapper, aki egyszerűen csak szerintem a lustsága és a linksége miatt nem vitte annyira, amennyire vihette volna. És ezt nyilván nehéz elviselni. Jó, Curtis, hogy van most? Jó van, megyek ma, próbálunk. 6-ra előtte fotózkodunk vele, és próbálunk. Mennyi volt ez a kis, nem mondanám mosolyszünetnek, bár sokan azt vélik felfedezni, ezt nem én mondom. Ja, nem. Hogy csak megy? Nem volt mosolyszünet, nem mi jóban voltunk végig. Tudom. Csak az emberek sokan... felé más kellett közvetíteni, nyilván neki. Csak majd, ha dumáljuk meg én őszintén, meg teljesen őszinti csinálom vagy, meg akkor én is pacekban mondom. Többen véltek felfedezni ebben egyébként egyfajta, és biztos eljutott hozzád is, biztos, hogy nem így van, de hogy eljutott hozzád is, hogy egy ilyen, tudod, hogy menjünk szét, legyen egy dolog, akkor kicsit tartassuk a témát, annál nagyobb a durra, amikor összejövünk. Nem. Hát de figyelj, tudod, mikor jöttünk össze? Most figyelj, ez mindennek ellentmond. Pont, ha újra összeálltunk volna, ezért csinált eleve, nincs arra szükség, hogy a legnagyobb sikeres közepette, vagy talán a 98. lépcsőfokon a 100-nál szétmenjünk, semmi értelme. Ez egyik. A másik. Ha így lett volna a végén, amikor újra jövünk, akkor egy héten, mikor kibékülünk, egy héten belül véletlenül lett volna egy közös lemezünk, és meg lett volna hirdetve egy arénás koncertünk esetleg dupla. Na most ezt mind, mi direkt figyeltünk rá, hogy ilyen véletlenül se legyen, hanem bevettük az Attilát, amikor visszatért hozzánk egy meglévő arénaturnéba, bocsánat, olyan arénaturnéba, hogy a vidéki arénák mentünk, a Cigány zenekarra, amire már a jegyek amúgy is el voltak adva 70-80%-ban, de mi kínosan figyeltünk rá, hogy ne csináljunk semmi reklámot. Visszajött Tati, kicsi izé, elment jobbra, beütötte a fejét, majd visszajött balra, nem kell sokat fújni ezt a dolgot, nem kell, azóta nem jöttünk ki videóklippel, hát ez tavaly volt, bazdmeg, taj, izében szeptemberben volt, hát érted, szerinted az jó üzleti húzás lett volna, tavaly szeptember óta nem jöttünk ki videóklippel. Nem, abszolút nem. Teljesen izé. Nagyon sokan haragudhattak azért, lehet, hogy ezt csináltad a Curtis-szel, vagy én tudom, hogy azért csináltad, mert ennek ez az útja. Elmondtam az indexes interjúban is, igen. Elmondtam az indexes interjúban, hogy leszarom, hogy 20 év után is a Curtis azt fogja rám mondani, hogy egy büdös genyó vagyok, abban az esetben, ha sikerül elérni vele azt, hogy lejöjjön a cucról. Márpedig lejött a cucról, tudtam, hogy amikor már lejön a cucról, akkor nem fogja azt mondani rám, hogy egy büdös genyó vagyok, mert meg fogja érteni. Addig, amíg rajta vagy ezen az izén, kityókán, addig azt gondolod, hogy mindenki buzi, mindenki köcsög, mindenki szemét veled, akkor rohadjon meg az egész világ. És hogy neked van igazad, meg a, tudod, ott vannak melletted a izék, nagyon jó arc fiúcskák, akik meg is panolnak, mert együtt vagytok izé porszívó üzemmódba. De utána úgy is az lesz, hogy ezt elfelejtetek. Most ez, én tudtam, hogy így lesz. Oké. Hát alapvetően most akkor minden kerek, ezt mondhatjuk, ugye? Abszolút, a seggű is nagyon kerek. A kört is sekerek. A csöcsöm is nagyon kerek. Minden kerek. Minden jó vagy, jól nézzek ki, tesó, figyelj. Most pedig mész fogorvoshoz, azért mi is emberek vagyunk. Itt a szabad megfájdulnak dolgok. Hülye vagy, bazd, meghalok már. Most már tehát túl vagyok egy olyan 5-6 heten, bazd, hogy most nem szeretném letudni, bazd, meg ezt a izét, ezt a fájdalom időszakot. Azt hittem, hogy most nagyon jó lesz, mindentől rendben rakhatok, bazd, meg ezzel a karantén alatt. És most volt egy 4 hét, amíg fájdalomcsillapítón és antibiotikumon éltem, de hál' Istennek megtalálták az okát a fogamba, úgyhogy most megyek vissza. Most vagyok, retrohoz, mert oldalt nincs fel, amit végig. És most az van, ugyanúgy nézett ki, mint amikor 18 éve betettem a lábam a fővárosba. Igen. De ma megkapom, ma vissza. Na figyelj, hajrá neked! Maradj ugyanilyen, nagyon csipázlak tényleg, maradj ugyanilyen csávon, mint vagyis. Köszönöm, győzöm. 50 évig, nekem is mindjárt 50 év születésnapom lesz. Már 80 éves koromban majd halod, két tatesz majd. Áztatjuk a izét, a zsákot, áztatjuk a meleg vízbe, az áztatjuk a zsákot. Látod, bázd meg, így van. Köztesok, puszilag, vigyázzatok. Szépen, szépen. Csáho, puszik, szia. Ja, sziasztok, hello, akkor elköszönök, ez volt a Blik meggyőző, most visszaöltöztem újra normál emberként, ugye szeretek a riport alanyaimmal, barátaimmal, haverjaimmal ebből hasonló szintre kerülni, hát hogyha Majka így, akkor én is így, remélem tetszett, nem akartam a felső testemet egyébként a
sokak szerint elég szépen kimunkált felsőtestemet, így 50 felé mutogatni mindenkinek, de hát, hogyha Majka így, akkor én is így. Nézzétek a Blik meggyőzőt, a Blik minden felületén, YouTube-on, és minden csatornán jövünk, és egyre izgalmasabb emberekkel, mert tomáljuk meg!